Krisztián, túl vagyunk az első edzőmérkőzésem. Milyen volt, hogy esett? Hát ugye most a terhelésen van a hangsúly. Mester azt kérte, hogy tegyünk bele mindent, amit tudunk. Összességében szerintem a játékkal is jól működtünk. Amit gyakoroltunk már most ebben a pár hétben, vagy két hétben, abból sikerült viszont látni valamit. Úgyhogy örülök neki, szerintem pozitív az első fél idő. Nagyon jól ment neked is a játék ősszel, sok gólt szereztél. Mi az, ami változott mondjuk az elmúlt évekhez képest, téged érintve? Személy szerint én érzem a bizalmat. Ugye én azt vallom, hogy egy rossz játékost is fel tudunk építeni, ha van bizalom, egy jót meg le, hogyha nincs bizalom. Úgyhogy érzem a bizalmat, jó állapotba kerültem, és tudtam játszani minden mérkőzésen, és hát tavasszal is erre törekszem, vagy akár még jobbra. Nagyon jól ment a játék az egész csapatnak. Mennyire jött most jól a szünet, hiszen lendületben voltatok? Nem jött jól, mert nyertük a mérkőzéseket, de ugye jó volt pihenni, de érzem azt, hogy mindenki kettőzött erővel jött vissza, tehát én egy jobb tavaszban bízok. Sokan azt mondják, hogy az NB2-ben egy jó csapat ellen visszaállnak védekezni a csapatok, és nagyon nehéz betalálni. Mondjuk itt a szezon vége nem azt mutatta, hogy nehéz lett volna betalálni, nagyon sok gólt szerzett a csapat. Hogy érzed, minek köszönhető ez? Szerintem a játékunk az nem változott az elejéhez képest, csak berúgtuk a helyzeteket. A bajnokság elején ezzel szenvedtünk, hogy kimaradtak a helyzetek, utána nehezebb volt gólt szerezni, és az utolsó fordulóban már tudtunk gólt szerezni az első fél időben, vagy akár az első negyed órában már. Most így a bajnokság felénél, ugye ott áll a csapat az első helyen, szóba kerül már az NB1 az öltözőben? Természetesen ugyanígy meg szeretnék nyerni a mérkőzéseket, nyilván beszélünk róla, most ez nem titok, meg hát mindenkit fűt a vágy, hogy az első osztályban játszon. Mit vársz a folytatástól, a tavaszi szezontól? Győzelmeket, ugyanezt a sikerességet és ezt az alázatot, ahogy visszajöttünk a szünetből. Sokan keresik, mi a Spari titka, jó közösségben rejlik mindez, talán ez az egyik ilyen dolog? Abszolút, mindenki egyfelé húz, tényleg a szertárostól kezdve az egész távon keresztül a játékosokig, és mindenki beleteszi azt a munkát, amit megkövetel az egész futball. Krisztián, túl vagyunk az első edzőmérkőzésen, hogy tetszett a kispadról? Örülök neki, hogy jó ritmusba tudtunk játszani. Fél időt két sorra játszottunk, 45 percet kaptak a játékosok, és amit kértem, hogy a labdavesztés átmenetén a reakciók legyenek jók, és az intenzitását a mérkőzésnek 45 percet próbáljuk megtartani. Ez sikerült, a célját elérte a mérkőzést. Külön örülök, hogy azért hiába edzőmérkőzés, de sikerült nyernünk, szóval összességében elégedett vagyok. Ráadásul egy jó csapatot sikerült ma legyőzni. Nem tűnt fásultnak az együttes annak ellenére, hogy azért javában zajlanak az erőnléti edzések is. Így van, de hát azért 45 perc volt a terhelés, de örülök neki, hogy tényleg kontroll alatt volt a mérkőzés, uraltuk, tudtuk ugyanazt a játékot játszani, amit szoktunk, szóval összességében ugye ez a játékosok mentalitásán is múlik, mert ez néha fejkérdése. 45 perc szerintem akármilyen fáradt a játékos, az össze kell kaparnia magát, és látszott, hogy éhes a társaság, haraptak, és tényleg egy jó ritmusban tudtunk játszani. Az ősz elején sikerült a védelmet nagyon jól megszervezni, és aztán beindult a gólgyártás, és ez volt a titok a csapat őszi szereplésénél? Az egész csapatot próbáltuk építeni, és nyilván ennek az egyik része az, hogy hátul ne kapják gólt, utána meg ugye rúgjunk. Nyilván az elején az ősznek sajnos sok helyzetet kihagytunk, és becsúszott egy pár döntetlen, de dolgozunk rajta folyamatosan, hogy a helyzet kihasználásunk meglegyen. A mai mérkőzésen is azért bőven volt helyzetünk, de ilyenkor ez még benne van, hogy a formában hogy esetleg kimaradnak a helyzetek. Azon dolgozunk majd, hogy a formaidézítés, hogy a szezonnyitányra ez is rendben legyen. Apropó szezonnyitány, nem lesz egyszerű, hiszen azért ott a kupameccs környékén nagyon fontos mérkőzések várnak a csapatra, például a Győr elleni rangadó is. Gondolom nem terveztek még ilyen messzire. Hát egyáltalán nem, nekünk most a Tisza Kécskére kell majd fókuszálnunk. Szeretnénk nagyon jól kezdeni a bajnokságot, győzelemmel kezdeni hazai pályán a bajnokságot, szóval ez fontos mérkőzés lesz. A Győrrel majd foglalkozunk, amikor ővelük fogunk játszani. Ugye adott egy jó keret, mennyire kell most a télen belenyúlni, bele lehet-e, illetve hát várható-e még változás? Folyamatban van egy-két dolog, de nem kell annyira, nem szükségszerű feltétlen igazolnunk, mert jó játékosok, jó a keret, nyilván egy-két vérfrissítés, egy-két posztra el kell. Én szeretném, hogyha jönne egy-két új játékos, de nem ragaszkodom, hogyha nem találunk olyan játékost, aki beleillik ebbe a csapatba, akkor nem fogunk igazolni.